Oklevelet és pendrive-ot vehettek át a március 15-i nemzeti ünnep alkalmából rendezett szónokverseny résztvevői dr. Fekete Zoltán polgármestertől. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc megemlékezéséhez kapcsolódó megméretésen összesen 12 középiskolás vett részt. A versenyt Monostori Levente nyerte meg, aki a diákon felül 30 000 forintos könyvutalványt kapott. A második helyen Molnár Enikő és Hadobás Dávid egyaránt 20 000 forintos, míg a harmadik helyezett Csóka Ákos és a különdíjas Kis Márk is 10 000 forintos könyvutalványt vehetett át a május 7-én rendezett ünnepségen. A diákokat dr. Radványiné Fodor Valéria és Vavszeg Mária pedagógusok készítették fel. Monostori Levente, a verseny győztese, a március 15-i városi ünnepségen elmondhatta szónoklatát a résztvevőknek.